Üdvözlök mindenkit itt a Big Game! Én Tamás vagyok, és itt vagyunk ismét a Hungry Life Roleplay-en. Yeah! Ezt a videót a Zenebba támogatta. Ha olcsó játékokat keresel, akkor ez egy tökéletes weboldalra. Steam, Origin, Epic Games, mindenféle játékot megtalálsz itt. Havi szintű eventek jelenleg a Jan MVP kóddal 500% kedvezményben részesülhetsz. Több megbízható fizetési mód is található. Ha bármi tetszik, akkor nyugodtan használd a leírásban lévő linket, és ezzel minket is támogatsz. Köszönjük szépen! Na, srácok, hát egy bejelenteni valóm van. Ugyanis... Hát nem tudom, látjátok ezt az épületet, de fogalmazzunk úgy, hogy ez a mi kis autókerünk végre sikerült. Elértük a célunkat, aki követte a live-okat, ugye az már értesülhetett erről. Már hát egy pár napja azért üzemel, úgymond az autóker. Ez a videó most főleg erről fog szólni, bemutatom nektek, hogy hogyan működik, mit tudunk csinálni, mit nem tudunk csinálni, és hogy hogyan lehet elindítani egy ilyen autókert igazából. Először is, hogy a mi autókerünk az itt található esetben. Minimapra rávisszük az egeret, akkor ott az ikonra rávisszük az egeret, akkor látszik is, hogy Diamond and Daniel Carr a neve. Ezt mindjárt megmutatom, hogy egyébként ezt bármikor át lehet írni, de ezt majd úgyis megmutatom. Egyik lényeg, hogy esetben tudtunk vásárolni, mert hát itt volt csak lehetőségünk rá. És hát így néz ki. Faszán ilyen kis kerítése is van, meg minden. Kis parkoló itt elől, itt az Audival éppen parkolok. Valaki ott a crossmodot ott hagyta, ugye itt tudnak a járművel bemenni az emberek, meg kijönni. Hátul igazából nincsen semmi, de akár itt is lehet parkolni, meg ilyenek. Lehet majd ábella ide rakunk pár autót, vagy nem tudom. Itt fogjuk tárolni őket. És hát ugye így néz ki az épület kívülről. Oda arra a táblára lehet felrakni képet, tehát lehet photoshopolni. Már raktunk is fel előző streambe, de valamiért most eltűnt. Majd megpróbálom kicserélni egy másikra. Majd megnézzük azt is, úgyhogy elmondoljuk, hogy most menjünk be. Itt is van, ugye 6, 8, 5, 7 az ideje, vagy nem is tudom, ugye GPS-on beírjátok, akkor idehoz. Be is jöttünk, és kaptuk is a fizut. Lényeg, hogy bejövünk és ez fogad minket. Ugye a legkisebb interjort kaptuk meg, illetve hát erre volt pénzünk, de bőven elég. Tehát tényleg nézzétek meg, egy csomó CP van, és hogyha ez nem lenne elég, akkor még van egy szint pluszba. Ott lifttel fel lehet menni, gyorsan meg is mutatom. Itt van maga a lift, ide szépen be tudunk jönni, és akkor szépen első szintre, ugye ez a földszint, és most fel tudunk menni az első szintre. És itt is vagyunk, és itt is pluszban van még, látjátok, ennyi CP. Úgyhogy bőven, bőségesen elég, ez szerintem teljesen felesleges az a nagy. Nagy autók, ezt szerintem tényleg akkor kell, hogyha ilyen, mit tudom én, van 10 dolgozó, meg nem tudom tényleg. Úgyhogy ez bőven elég, most menjünk szépen vissza. Földszint. Jó. Hát már árultunk egyébként autókat. De úgy látom, hogy egy csomót megvettek szerencsére, csak egy maradt, ami nagyon jó. Hát mindjárt meg is nézzük, mennyi pénz van a számlán, ugye most már ezt mi látjuk meg minden. Lényeg, amit fontos tudnotok, hogy ha vesztek egy ilyen autókert, akkor nem csak elég megvenni, hanem van a szerveren egy ilyen hivatal, egy ilyen kormány szerv, úgymond, ahol ugye be kell jelenteni és be kell fizetni különböző járulékot, illetéket. Ez úgy működik, hogy ha veszel egy ilyen autókert és bejelented, akkor először ki kell fizetni egy illetéket és az első havit. Ugyanis havonta kell fizetni a kormánynak, hát úgymond az adót, vagy nem tudom minek nevezzem. Szóval első hónapban befizeted az illetéket, meg az adót, és aztán havonta fizetsz egy valamilyen összeget, ezt még pontosan én sem tudom, de mindenég az 1 millió dollárt, bár lehet, hogy ez már több. Lényeg, hogy előre két hónapra ki lehet fizetni, már kifizettem, úgyhogy egy két hónap múlva megint fizetni kell majd. De nem olyan nagy összeg, úgyhogy teljesen tűrhető szerencsére. Látjátok, itt van két darab ATM, ami nagyon hasznos, tehát nem kell kimenni az interjúrból, hanem itt le lehet venni pénzt. Van kuka is, ami tényleg nagyon hasznos. Egy dolog hiányzik, a kajautomata. Az nagyon jó lenne, ha lenne, de hát sajnos nem lehet mindent nyilván. És hát itt van ugye az iroda rész, és hát ez nem csak dísz, ugyanis itt van egy laptopunk, ami elég fontos szerepet játszik itt a dolgokba. Itt látjátok, itt egy ilyen kis ikon, meg lehet vele nyitni. Szépen be is léptem, le is ül a karakterünk, látjátok, a székbe, és akkor fogad minket egy ilyen Windows 10-es felület így a laptopon. Ugye először is van itt nekünk egy beállítások, és van itt egy történésünk. A történés lényegében ugye a log. Tehát itt mindent logol nekünk a rendszer, hogy ki rakott be autót, ki vette meg az autót. Itt láthatjuk, hogy Kjaer Noha megvette a Ford pickupot. 1.300.000 dollárért, és 96.297 dollár volt ugye az adó. Ugye elvileg 8% adó van, ami bőven jó szerintem. És ja, itt látjátok minden logot, ugye én beraktam autót, azt is logolja BMW M2,
akkor látjátok, Mia Vegas vett egy BMW i3-at, szóval Mia Vegas megvette a BMW i3-at, Jimmy Mendez pedig megvette a BMW M2-t. És látjátok, ennyire adtuk el, 990 ezer, ennyi volt az adó, úgyhogy ja, itt mindent látunk. Rá is lehet keresni például Daniel, és látjátok, itt kidobja csak azokat a logokat, amiben az én nevem szerepel. Úgyhogy ez itt nagyon jó. Ez főként arra jó szerintem, hogyha van már több dolgozód, akkor itt szépen látod logba, hogy mit csinálnak éppen, és akkor így nyomon tudod követni. Igaz, kicsit azért átláthatatlan, tehát hogyha van 10, mondjuk 6 darab dolgozód, és azért kicsit az parázs, de mondjuk nyilván rá tudsz keresni másnak a nevére. Illetve, ha jól látom, akkor valószínűleg ezek itt havonta törlődnek. Nem biztos, ez csak egy ilyen feltételezésem, de látjátok, hogy az első log itt 01.11-én volt, még ez másnak a tulajdonában volt ilyenkor az autóker, és én szerintem havonta ezek törlődnek, de hát majd ez úgy is kiderül igazából. Jó, az itt ennyi, ezt be is x-eljük, és itt van a beállításunk, ahol már több mindent lehet csinálni. Ugye először is itt van a banner, amit kint mutattam, ugye említettem, a tábla, oda tudjuk ezt a képet kirakni, de be is van állítva. Hát, hogyha ezt most elmentem, akkor ki is rakja, majd mindjárt megnézzük. Lényeg, hogy Photoshop-osz egy bannert, feltöltöd erre a weboldalra, ide bemásolod a linket, és akkor kirakja oda a táblára, amit Photoshop-oltál, ugye ott van, hogy milyen méretűnek kell lennie. Akkor itt ugye el tudjuk nevezni a kereskedésünket, és ugye amit ide beírsz, az a minimappon meg is jelenik, ugye amit az elején mutattam. Most ugye Diamond and Daniel Car van, hát sajnos nem lehet csak úgy átnevezni, mert ugye be van jelentve ez a cég, ez a vállalkozás a kormánynál, és hát hogyha átneveznénk, akkor valószínűleg ott is át kéne iratni, stb. Úgyhogy ezt csak úgy állítgatni nem lehet, ezt most egyszer beállítottuk, ez lesz a neve valószínűleg most már az autókereskedésünknek. Akkor itt tovább látjátok, hogy kereskedés típusa, itt konkrétan fel tudnánk upgrade-elni a kis járműkereskedés nagyra, ez 100 000 pp-ből, ugye a nagy intiset kapnánk meg akkor. Figyeljetek, ez valakinek megéri, én úgy vagyok vele, hogy nekünk ez bőven elég, úgyhogy meg nincs is 100 000 pp-nk, úgyhogy igazából nekünk bőven jó lesz a kis járműkereskedés. Illetve lehet plusz slotokat belevenni, mert alapból gondolom nem ennyi slotta jön, amennyivel most van nekünk. Itt írja, hogy jelenleg 20 jármű slotod van. Hát valószínűleg ez ki van maxolva szerintem, mert én már nem láttam platformot, ahol lehetne még CP úgymond, már hogyha ez azt jelenti, de itt tudtok ilyen elérhető jármű slotokat vásárolni, 2000 pp per darab, ahogy látjuk. Jó, igazából ez a beállítás menü ennyi. Együtt lehet a laptopon, de még pár dolgot azért megmutatok. Hát, hogy autót berakni, kivenni, ugye ezt már mindenki ismeri, az teljesen ugyanúgy működik, mint eddig, azt nem fogom megmutatni, de amit még lehet csinálni, azt hiszem, hogyha benyomjuk az F betűt, igen, előjön nekünk a berendező script, vagy nem is tudom, minek hívjam ezt, és konkrétan mindent, tehát tényleg mindent át tudsz rendezni. Szerintem be tudnád rendezni ilyen élelmiszerboltnak az egész autókereskedésedet, ha szeretnéd. Konkrétan tényleg itt mindent át tud tapétázni, festmények, növények. Az a baj, nekem ez annyira nincs türelmem. Én sose szoktam szeretni ez ilyen berendezés dolgokat, de ha úgy vagyok, hogy szerintem így bőven jól néz ki, de ha valakinek van kedve és van valami elképzelése, akkor nem tudom, nyugodtan keressem fel, de itt látjátok, tehát mindent be lehet rendezni. Zene, zenétek, ez a lámpák, minden. Gondolom van azért limit, meg PP-r is vannak itt dolgok, de ja, itt mindent meg tudtok csinálni. És hát ideje megnyitni szerintem a home panelt, mert ott is fontos dolgok vannak. Ugye itt van, hát ez a Doherty Autocar a neve. Ugye ezt sajnos nem nagyon tudjuk átírni, valószínűleg ezt Vico-ig tudnák átírni, így a server fájlokba. Hát igazából ez lényegtelen, mert csak mi látjuk, szóval engem annyira nem zavar, senki más nem látja. És hát itt van ugye a fontos menü, rányomunk az áttekintésre, itt van ugye egy fontos dolog, de hagyjunk sorrendbe, ugye, hát itt láthatok kereskedés azonosítója, hát én most frakciónak fogom hívni, de amúgy nem minősül frakciónak a szerveren ugye ez az autókereskedés, de nekem most így könnyebb, úgyhogy járművek száma, ugye, hogy mennyi autó van a frakción, akkor ugye tagok száma, 4, közben valakit. Na, most, hogy elmentek, gyorsan folytatjuk. Szóval itt van ugye, hogy mennyi tag van, itt ilyen, vannak ilyen különböző dátumok, ezek lényegtelen. Ami nagyon fontos, ugye a vállalkozás egyenleg. Itt látjuk, hogy mennyi pénz van a frakción. És már nulláról kigyűlt 14.249.000 dollár, mert pár autót már el is adtunk, ami azért nem is rossz, így pár nap alatt. Látható valami kiadás, ez pontosan nem tudom mi lehet, 5 dollár, talán ez később fontos lehet, majd mindjárt nézzük, illetve tudnánk nullázni
a bevételt kiadást, de hát erre aztán biztos nem szabad rányomni. Majd azt is megmutatom, hogy hogyan tudjuk kivenni a pénzt frakcióról. Haladjunk tovább, tagok. Itt tudunk ugye dolgozókat felvenni az autókereskedéshez. Látjátok, hogy most csak én vagyok bent, Ábel és két másik csávesz, igazából tőlük vásároltuk, illetve hát Gusztávtól vásároltuk az autókert. Hát ők így bent vannak, meg bent maradnak szerintem, de semmit nem csinálnak lényegében, tehát teljesen ránk van bízva az egész autóker. Látjátok, fő líder rangba vagyok, tulajdonosi rangba. Ábel CEO rangban van, úgyhogy bármit tudok tényleg nyomkodni. Itt látjátok, ki tudom pipálni, hogy kinek milyen rangja legyen. Látjátok, nekünk most be van pipálva minden, hogy ki tudunk venni járművet, be tudunk rakni járművet, stb. Tényleg itt mindent meg lehet csinálni. Előléptetni is tudok, lefokozni, líderjogot tudok egyből adni, illetve ki is tudom ugye rúgni magát a játékost. Haladva tovább ugye vannak a járművek, valószínűleg ide lehetne akkor berakni a járműveket, amit valószínűleg itt írna. Hogy itt most túl a darabot ír a járművek számánál. Nem tudom, hogy hogyan lehet ide berakni. Tovább menve ugye vannak a rangok és fizetések, ami engem nagyon meglepett, mert nem tudtam, hogy ilyen van ebbe a scriptbe. Szóval itt a dolgozóknak, a különböző rangoknak, ugye ilyen rangok vannak az autókernél, itt látjátok, és be tudnak állítani fizetést, és akkor nem tudom, ez így óránként talán adná a playereknek. Hát egyelőre most nincs semmi berakva, meg elvileg ez azért elég rendesen le tudja szívni a bankszámlát. Mondjuk ilyen 1-2-3 dolgozónál talán még oké is lehet. Meg fogjuk fontolni, hogy beállítunk fizetést, vagy pedig ugye az eladások után kapnak pénzt a dolgozók. Ugyanis szeretnék dolgozókat felvenni majd mindenképpen, de ezt még majd kitaláljuk. Érdemes jönni live-okra, mert valószínűleg ott lesz majd ilyen TGF meg ilyenek. És haladva tovább, utolsó menüpontunk a kereskedésben lévő járművek, ugye itt azt jelzi, hogy éppen milyen járművek vannak eladáson az autókerbe. Jelenleg csak egy van, ugye ez a Königsegg, amit itt láttok is, és nem veszi senki, mert valószínűleg jó drágán van kirakva, de majd szépen lejjebb árazzuk. Na, elvileg van egy új képem, ezt egyik nézőnk csinálta elvileg. El is mentjük, bemásoltam a linket, nézzük meg, hogy kint van-e a logó, kíváncsi vagyok. És ott is van, oda nézzetek. Diamond and Daniel Carr CEO. Hát ez nagyon jó. Egyik nézők csinálta, nem is rossz. Az előző ilyen, azon voltak autók is, de talán ez sem rossz, ez ilyen minimális, meg kicsit a színe megy is így az épülethez. Tessék, ilyet is lehet csinálni, fuck yeah. Na, közben átjöttünk Elesbe, ide a bankhoz, nem hiába, mindjárt mutatom is. Ugyanis itt egy elég fontos dolog van, hát sajnos csak itt tudjuk ezt megcsinálni, például SFI bankban nem működik. Mindjárt mutatom, ugye, mint már mondtam, van itt ez a frakció számla, itt van most 14 millió dollár, és hát ide csak egy módon tudunk pénzt felrakni, illetve levenni, itt. Itt a középső NPC-nél, megnyomjuk, ide kell jönni, megnyomjuk a home betűt, és ott megjelenik, hogy számla. És látjátok, itt tudunk befizetni, illetve kifizetni pénzt. Na most azt hiszem itt van leadót, mikor befizettünk, meg kifizetünk. Kifizetésnél nem vagyok biztos, azt hiszem befizetésnél valamennyi adó van sajnos. De például látjátok, hogyha ide eljövök már, itt például már nem engedi. Nincs itt a menü. És például az SFI bankban ott se engedi sajnos. Úgyhogy mindig ide át kell jönnünk, hogyha a frakció számlára akarnánk pénzt tenni, meg ilyenek. De látjátok, így működik, és akkor itt szépen be tudunk fizetni, kifizetni. Úgyhogy, ezt akartam még itt megmutatni. Go back. Úgyhogy srácok, vissza is jöttünk itt az autókerhez. Nagy vonalakban ennyi egyébként. Kb. Mindent bemutattam, amit lehet csinálni egy ilyen autókerbe. Tulajdonosként. Hát ugye még az van hátra, hogy tagokat felvegyünk esetleg, bár ez még mindig kérdőjeles, hogy hogyan kéne csinálni, hogy akkor most a tagok küldjenek képeket be az eladásokról, és azt ellenőrizzük, vagy elég nekünk az a log, de mondjuk, hogyha az havonta törlik, akkor az nem túl jó, meg ja, ezt még át kell gondolni, de valószínűleg mindenképp szeretnénk ide dolgozókat, nem azt mondom, hogy 15 millió ember, de mondjuk 1-2-3, max 4 dolgozó, szerintem bőven egy ilyen kis autókerbe, aztán majd meglátjuk nyilván. Úgyhogy srácok, igazából ennyi volt ez a kis videó. Ha tetszett, iratkozzatok fel, dobjátok a lájkot és várjátok a kövi részeket. Holnap live egyébként, holnap este 7-től Twitchen, úgyhogy és valószínűleg itt fogjuk csapatni autókerbe. Mindenkit várunk, szóval lehet, hogy lesz TGF is, de lehet, hogy nem. Nem tudom, majd kiderül. Úgyhogy szevasztok!